Anyákháza Kisvárdán. Több milliós támogatást nyert a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház. Fejlesztések Újfehértón. Számos beruházást tervez a szabolcsi település a következő időszakban. Legígéretesebb kulturális úti cél. Ezt a díjat nyert el idén a középkori templomok útja. Millió forint támogatást nyert az Anyákháza programban a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az összegből a gyermekosztály mama szobáját és kórtermeit alakítják át, így a szülők beteg gyermekük mellett lehetnek. Az egészségügyi intézményben további beruházások is zajlanak, hamarosan átadják a megújult konyhát és a két új liftet, jövőre pedig napelemparkot telepítenek és megoldják a kórház hőszigetelését is. A szülők végig beteg gyermekük mellett maradhatnak, amíg ő gyógyul. Ez az Anyákháza program célja. Ezt a programot bővítik most országos szintre, és jövőre már 5 anyákháza működhet Magyarországon. A pályázaton egy budapesti és 4 vidéki kórház nyert támogatást, köztük a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház is. Erre nyáron adtuk be a pályázatunkat a gyermekosztály fejlesztésére, és erre szerencsésen nyertesnek hirdettek minket. 5 millió forintot fogunk kapni a kórházi alapítványunk, amelyből a gyermekosztályon az anyák elhelyezését tudjuk megoldani, hogy komfortos körülmények között tartózkodhassanak a gyermekeik mellett. Jelenleg így néz ki a mama szoba a kórházban. Itt most nem alszanak a szülők. A támogatásból ezt a helyiséget is átalakítják, hogy megfelelő körülmények várják a hozzátartozókat. Padlócserét, festést, fürdőszoba felújítást, ágyok és fotelek cseréjét tervezik. Jelenleg ezekben a kórtermekben gyógyulnak a gyermekek. Szüleik most is velük lehetnek kórházi tartózkodásuk alatt, de a komfortosabb elhelyezés miatt a termek területét megnövelik, felszerelik azokat szülőágyjal, zuhanyzóval és vécével, kézfertőtlenítést és megfelelő kézmosási lehetőséget biztosítva. Mindemellett közösségi teret is kialakítanak a támogatásból, és fejlesztő játékokat is beszereznek. De nem csupán a gyermekosztály újul meg. A kórház konyhájában az utolsó simításokat végzik a munkások, itt is egy nagyszabású beruházás tart. Jelenleg folyamatban a kórháznak az élemezésének a felújítása. Új konyhatechnológiai eszközöket szereztünk be, ennek az átadása gyakorlatilag most folyik. Felújítottuk a konyhánkat is teljes egészében, illetve most párhuzamosan 2 darab liftet építünk, amely megkönnyíti a betegeknek, hogy a laboratóriumunkat meg tudják közelíteni, és a szakrendelő 2 szintje között is a nehezen mozgó betegek számára könnyebbé tesszük majd a mozgást. Egyelőre még falak takarják a lifteket, de ez a fejlesztés is hamarosan a végéhez ér. Jövőre pedig további munkálatok is kezdődnek még a Kisvárdai Kórházban. Közel 120 millió forintból egy napelemparkot telepítenek az egészségügyi intézmény területére, illetve 1,3 milliárd forintból a kórház külső hőszigetelése és a nyilászárók cseréje is megvalósul majd. Szabadtéri kondipark és futópálya épül Újfehérton, valamint megkezdődik a belterületi csapadékvíz elvezetése is. A település a megye második legnagyobb mezőgazdasági területével rendelkezik. A tervek között szerepel egy önkormányzati hűtőház kialakítása is, amellyel a kisebb termelők munkáját segítenék. A nagyobb beruházások a jövő év elején indulhatnak el Újfehértón, idén a pályázatok benyújtása volt a fő feladat. Kisebb léptékű munkálatokat idén is elvégeztek, pályázati forrásból készült el az 1956-os forradalmi szabadságharc hősei előtt tisztelgő emlékmű, valamint egy közösségi sportolásra alkalmas terület is képült. Olyan szabadtéri kondipark, illetve futópálya, rekordtán futópályának a kialakítása, amit egyedi kormánydöntéssel valósítottunk meg, hiszen nagyon nagy számban veszik igénybe a lakosok, és itt nem csak a fiatalokról beszélünk, hanem a felnőtt korosztály is. Esténként jó időben 30-40 ember is futkározik ezen a pályán. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon régi vágya valósult meg ezzel a városban élőknek, hiszen kulturált körülmények között tudnak sportolni, tudják eltölteni a szabad idejüket. Számos pályázat még folyamatban van a településen, ilyen a belterületi csapadékvíz elvezetését segítő beruházás. A 140 millió forintos projekt Újfehértó 5 olyan gócpontján javítaná a helyzetet, amelyek nagyobb esőzések alkalmával problémát okoznak az ott élőknek. Az általános iskola energetikai korszerűsítését is elindítják, több mint 300 millió forintot költenek az épületre. Ebből a teljes fűtés és elektromos rendszer megújul, szigetelik a tetőt, a homlokzatot és a lábazatot, valamint napelemet és napkollektort is kap az épület.
Újfehéron jövőre testvértelepülési programokat is szerveznek, szintén pályázati forrásból, valamint a helyi tömegközlekedés fejlesztésére is nyertek pénzt, de szeretnének fedett piacot és kerékpárutat építeni, valamint egy hűtőházat is kialakítanának. Utóbbi azért fontos, mert Újfehértó a megye második legnagyobb mezőgazdasági területével rendelkezik, és több mint 1300 őstermelő van a városban. A hűtőház azoknak jelentene segítséget, akik viszonylag kisebb területen gazdálkodnak, és kevésbé tőkerősek egy ilyen beruházás megvalósításához. A terv az, hogy ők egy-egy hűtőkamrát bérelhetnének az önkormányzattól, így a termés nem közvetlenül a földről vagy a fa alól kell eladni. A középkori templomok útja nyerte el idén a kiváló európai desztinációk magyarországi pályázatán a legígéretesebb kulturális úti céldíját. A hazai zsűrit különösen az fogta meg, hogy kisebb látványosságokat és határon túli vonzerőket is bekapcsol a tematikus út. A középkori templomok útja jelenleg 64 templomot rendez hálózatba, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül a Párciumba és Kárpátaljára is átnyúlik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomok tekintetében Magyarország egyik leggazdagabb vidéke. Az Alföld nagy részén a hódító török hadak áldozatává váltak a templomok, azonban a vizek által körbezárt vidéknek köszönhetően a megyében gazdagon fennmaradtak ezek a vallási és kulturális örökségek. A templomok nagy része már a turista látványossággá is vált. Éppen ezért 2009-ben elindult a középkori templomok útja. Ez egy tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallás és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóan megismertetni az érdeklődőket. Az útvonal területileg a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg, a romániai Szatmár és az ukrajnai Kárpátalja megyén halad keresztül. Összesen 64 templom tartozik a hálózathoz. Felosztottuk ezt a hosszú tematikus utat rövidebb túrákra, örökségtúrákra, mert azon kívül, hogy középkori templomokról beszélünk, nyilvánvalóan akkor egy szűkebb réteget tudnánk csak elérni. És azt gondoljuk, hogy van itt a megyében, van egyéb látnivaló is, tehát érdemes hozzá kapcsolni. Akkor mindjárt bővebb a kör, és mindjárt élvezetesebb, élményszerűbb lehet egy-egy ilyen örökségtúrát végigjárni. Lehet egynaposat, lehet kétnaposat, háromnapos, sőt négynapos túrákat is szerveztünk már különböző irányokba. Az örökségtúrákat pedig különböző tematikák szerint lehet bejárni, így van Szent Lászlóhoz vagy a Szatmár-Berekhez kapcsolódó örökségtúra, de a történelmi emlékhelyeken végighaladva a turisták a Párciumba és Kárpátaljára is áttérhetnek. A túrák során a sport és kultúra kedvelőit célozták meg a szervezők, hiszen kerékpáros túrákat szerveztek. A megfelelő turisztikai látványosság elérése érdekében az út templomait folyamatosan újították fel, számos helyen látogatóközpontokat is kialakítottak. A program az elmúlt években országos egyházi, politikai és szakmai támogatást szerzett, 2012. decemberében elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. Által alapított Észak-Alföldi Régió ajánlásával minősítési díjat, elismerve ezzel az útvonal kiemelkedő kulturális és idegenforgalmi jelentőségét, majd 2015-ben a Magyar Marketing Szövetség külön díját, a Város Marketing Gémán díjat érdemelte ki az út. Idén egy újabb szakmai elismerésre is kitüntették a középkori templomok útját. A tavasszal a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett kiváló európai desztinációk magyarországi pályázatán elnyerte a legígéretesebb kulturális úti céldíját. Ami az Éden-díjhoz elvezetett, az, hogy mi nem álltunk meg ott a négy fal között, hanem kivittük a nagyvilágba, kivittük a valóságba a tematikus utat, mert elkezdtük szervezni ezeket a túrákat, ezt is 3 éve csináljuk, és azt mondom, hogy ma már több száz túrázunk volt az elmúlt időszakban, évente ilyen 5-6 túrát legalább megteszünk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Veresegyházáról, Esztergomból, Szolnokról és a legkülönbözőbb helyekről jönnek hozzánk. Az Éden-díj azt is jelenti, hogy a tematikus út képviseli Magyarországot Brüsszelben, ezt a pályázatot terjesztik az Európai Bizottság elé, így a középkori templomok útja a Felső-Tisza-vidéken lesz jogosult a kiváló európai desztináció cím használatára. Idén szeptemberben alakult meg a Máté Szalkai MTK úszó szakosztálya. A Szalkai Aranycápák csapata az úszás oktatás mellett a versenyzésre is nagy hangsúlyt fektet. Már ebben az évben is dobogós helyezéseket értek el úszóik. Az egyesületnél cél, hogy országosan is meghatározó szakosztályán nője ki magát az Aranycápák csapata.
Felnőtt és junior kategóriában egyaránt számos éremmel gazdagodott idén az NVSC Big Boxing. Az egyesület fiatal ökölvívója Kovács Richárd is igen sikeres évet tudhat maga mögött. Az európai és világbajnoki részvételen túl a magyar bajnoki címet is elhódította. Az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai állatotthona folyamatosan telt házzal működik. Jelenleg 180 kutya és 70 macska várja leendő gazdiát. A zsúfoltság tovább fokozódott, az elmúlt időszakban két hét alatt több mint 50 kölyök kutya került be a menhelyre. Ezeknek a kiskutyáknak életük eddigi egyetlen szerencséje, hogy voltak olyan emberek, állatbarátok, akik nem hagyták magukra őket. Így kaptak egy esélyt egy jobb életre, egy esélyt arra, hogy ők is családban házi kedvencként nőhessenek fel. Ezek a csöpségek, és még sokan mások, az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén várják örökbefogadóikat. Az otthon lakóival a szervezet honlapján is megismerkedhetnek a leendő gazdik, hiszen minden bekerült kutya és macska fényképpel, rövid leírással együtt a weboldalukon is látható. Nagyon nagy a túlzsúfoltság, 180 kutyánk van 130 férőhelyre, és 70 cicánk van 35 férőhelyre, tehát gyakorlatilag macskáknál dupla létszámmal működünk, és hát ugye a kutyusok is nagyon sokan vannak. Az elmúlt hetekben rengeteg kölyök került be hozzánk, az elmúlt két hétben körülbelül 50-55 kiskutyával kellett szembesülnünk, úgymond. Vagy a kapunkban rakták le őket, vagy pedig állatbarátok találták meg őket, általában út mellett, mezőkön összebújva fagyoskodtak. Volt olyan kutyus, akit az árokparton mentettek, illetve olyan csapat is volt, olyan család, akik úgy kerültek be hozzánk, hogy egy állatbarát jelezte, hogy sírást hall egy kanális partjáról. Őket a nád fogta meg, ez volt az egyetlen szerencséjük. Nemes egyszerűséggel behajították őket a csatornába, vagy beakarták egy összekötözött zsákban. És ugye őket onnan mentettük ki. Szerencsére egyre több ember gondolja úgy, hogy elárvult állatot vesz magához, és az örökbefogadás mellett dönt. A kutyák oltva, féreghajtva, csippelve kerülnek új otthonukba, a felnőtt kutyákat pedig ivartalanítják. Az Állatbarát Alapítvány munkatársai kampányaik során is az ivartalanításra és a felelősségteljes állattartásra hívják fel a lakosság figyelmét, valamint hangsúlyozzák, hogy csak azok fogadjanak magukhoz állatot, akik tájékozódtak a kutya vagy cica igényeiről, tulajdonságairól, szükségleteiről, és az állat élete végéig biztosítani tudják számára ezeket a feltételeket. Idén szeptemberben alakult meg a Máté Szalkai MTK úszó szakosztálya. A Szalkai Aranycápák csapata az úszásoktatás mellett a versenyzésre is nagy hangsúlyt fektet. Már ebben az évben is dobogós helyezéseket értek el úszóik. Az egyesületnél cél, hogy országosan is meghatározó szakosztályán nője ki magát az Aranycápák csapata. Idén szeptembertől új sportág is szerepel a Máté Szalkai MTK repertoárján. 8. szakosztályként ugyanis ekkor alakult meg a Szalkai Aranycápák csapata. Az úszó szakosztály az egész városra kiterjedő feladatot tűzött ki maga elé, céljuk, hogy minden Máté Szalkai gyermek megtanuljon úszni. Ezt már egészen a babakortól elkezdik Máté Szalkán. Én kezdem teljesen a picikkel a vízhezszoktatást, ez a babaúszással kezdődik. Én is Tuller babaúszásoktató kezdem a picikkel, egészen 3 hónapos kortól jönnek már a vízben, és nagyon sok gyerek egészen 3 éves koráig kitart, és a vízben marad. Nyilván nagyon sokat számít, hogy a szülő is mellett áll és hozza, és 3 éves kortól kezdik, mikor már csak velem úsznak, és mint úszásoktatást folytatják tovább, és remélhetőleg innen pedig már a mély vízen folytatják, ahol edzésként folytatódik az úszás, és beépül az életükbe, és akár versenyúszóként is folytathatják tovább. Ilyenek pedig már most is vannak az úszócsapatban, többen már különböző versenyeken is megméretik magukat. Ugyanis az oktatás mellett az is cél, hogy Máté Szalkának is legyen egy olyan úszócsapata, ami emeli a város hírnevét, eredményeket ír el, és a város neve szerepeljen az úszó történelemben. A versenyzők közül jó néhányan pedig már most szép sikereket értek el. Szabolcs Túr úszóversenyeken veszünk részt, ahol nagyon sok gyerek, aki pedig még csak szeptemberben kezdett, és már dobogós helyezést ért el a Szabolcs Túr fordulókon, olyan gyerekek között, akik bizony 2-3 éve, heti 3-4-szer nyomják az úszást, és nálunk ugye még most kezdődött szeptemberben, és nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek. Jelenleg közel 60-an úsznak az aranycápáknál,
ahol hosszabb távon a cél, hogy egy országosan is meghatározó egyesületén üljek ki magát a klub. Ez úgy fog kinézni, hogyha minden jó lesz is, és az évek fogják majd bizonyítani, hogy ez működőképes, hogy egy felmenő rendszerbe babaúszástól, tehát teljesen 3 éves kortól elkezdjük felépíteni, onnan Zsuzsa csinál egy alapfokú úszásoktatást 4-5 éves gyerekeknek, és a 4-5 éves kortól jönnek át hozzám a Nagymedencébe, és ott rendszeres úszás foglalkozás keretében egy megyei szintű B-kategóriás úszó sportot indítunk el, ami később természetesen reméljük idővel egy A-kategóriás úszócsapatban megy át, ami az országos kereteken belül is meg tudja mutatni a tudását. Az Aranycápák nevéhez fűződik az idén első alkalommal megrendezett fényes úszás is. Ezen több mint 24 órán keresztül folyamatosan úztak a résztvevők, és 3 országos rekord is megdőlt a rendezvényen, illetve olyan nagy nevek voltak a vendégek között, mint az Európa és világbajnok Bernek Péter, vagy az Európa bajnok Verhasztó Dávid. Az volt a cél először is, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy úszunk 24 órán keresztül, éjjel-nappal, sok gyerek. Amikor elkezdtük, akkor egy 2-300 fővel elkezdtük, most láttátok, már 4-500-an vagyunk, akkor 600 kilométer volt, most már 1400-1500 kilométer, meg 1600 kilométer, és összedugtuk a csapat a fejünket, és megmondtuk, hogy csinálunk valami olyan dolgot, amivel ismét felhívjuk a figyelmet. Hál' Istennek nagyon jó viszonyt tápolok olimpikon úszókkal és a válogatott úszókkal, tehát nem volt nehéz lehívnom ide olimpikonokat, meg válogatott úszókat, és hál' Istennek szeretettel jönnek és elfogadják a meghívásunkat. Tehát én ezzel azt akartam elérni, hogy Mátészak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei úszásnak a vérkeringésébe úgy kerüljön bele, amivel azonnal egy olyan robbanásszerű bemutatkozást csinálunk, amivel elérjük azt, hogy azonnal felfigyel ránk mindenki. Az Aranycápák versenyzői a közeljövőben a Diákolimpián méretik meg magukat, amelynek néhány úszó olyan reménnyel vág neki, hogy a megyei döntőt megnyerve az országos döntőbe is eljuthat. Felnőtt és junior kategóriában egyaránt számos éremmel gazdagodott idén az NVSC Big Boxing. Az egyesület fiatal ökölvívója Kovács Rihárd is igen sikeres évet tudhat maga mögött. Az Európa és világbajnoki részvételen túl a magyar bajnoki címet is elhódította. Itt éppen Fodor Milán ellen vív hatalmas küzdelmet Kovács Rihárd a férfi ökölvívó országos bajnokság döntőjében. A nyíregyházi boxolónak ez volt az utolsó tétmeccse idén, és sikerrel is vette. Győzelmével pedig nem csak a magyar bajnoki címet gyűjtötte be a 64 kg-os súlycsoportban, hanem egy eredményes évet is megkoronázott vele. Ez egy nagyon hosszú év volt számomra, volt 3 világverseny, ugye az Európa bajnokságok, 2 is világbajnokság. Nagyon hosszú és fárasztó év volt, de úgy érzem, hogy sikeres évet zártunk. Én úgy érzem, hogy tudtam bizonyítani mint nemzetközi szinten, persze Magyarországon is, hogy a 64 kg-os súlycsoportban meg tudom állni a helyemet. A nyíregyházi ökölvívó jövőre ott folytatná, ahol idén abba hagyta, 2018 is küzdelmes év lesz számára. Várom a következő évet, a 18-at, ugye lesz egy 22-es Európa-bajnokság, és ott bízom benne, hogy már ott jobb eredményt tudok elérni, mint az idén, ugye idén csak 5. tudtam lenni, ott bízom már, hogy jobb eredményt tudni fogok elérni. Kovács Rihárd sikerei a klub és Nyíregyháza számára is büszkeség, hiszen a legjobbak között tartják már számon a 20 éves ökölvívót. 3 nagy világversenyen vett részt, több nemzetközi tornán, ahol különböző sikerekkel, de mindenhol nyertes meccsekkel tudott hazajönni, ami nagyon nagy dolog. Tehát ha azt nézzük, hogy 3 magyar ökölvívó tudta kvalifikálni magát a világbajnokságra, köztük a mi versenyzőnk, a Kovács Rihárd, ez már magáért beszél. Tehát lényegében felnőtt korosztályban a 3 spicces élenlévő ökölvívó közül az egyik ő a miénk, Nyíregyházi. Nem csak Ricsi, hanem a klub több sportolója is eredményesen zárta az évet. A nőknél is felnőtt korosztályban 2 döntősünk volt, Kovács Klári aranyérmes lett, a Kitti ezüstérmes, Kovács Ricsi a 3. felnőtt, aki szintén aranyérmes lett, tehát úgy gondolom, hogy egy vidéki klubnak felnőtt korosztályban 3 döntős, 3 érem, abból 2 arany, ezüst, ez mindenképpen sikeres. Utánpótlásban is voltak serdülő fiúknál is volt bronzérmünk, illetve junior lánynál is volt bronzérem, volt több 5. hely. Nagy Lajos azt is elmondta, jövőre remélhetőleg még több fiataljuk érhet el érmes helyezést a Diákolimpián és az országos bajnokságon, de a fő hangsúlyt a felnőttekre helyezik. Elsősorban Kovács Rihárddal szeretnének a romániai Európa bajnokságon javítani az idei 5. helyezésen. A cél az éremszerzés lenne.
Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 5 millió forint támogatást nyert az Anyák Háza programban a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház. Az összegből a gyermekosztály mama szobáját és kórtermeit alakítják át, így a szülők beteg gyermekük mellett lehetnek. Az egészségügyi intézményben további beruházások is zajlanak. Hamarosan átadják a megújult konyhát és a két új liftet, jövőre pedig napelemparkot telepítenek és megoldják a kórház hőszigetelését is. Szabadtéri Kondi Park és futópálya épül Újfehértón, valamint megkezdődik a belterületi csapadékvíz elvezetése is. A település a megye második legnagyobb mezőgazdasági területével rendelkezik. A tervek között szerepel egy önkormányzati hűtőház kialakítása is, amellyel a kisebb termelők munkáját segítenék. A középkori templomok útja nyerte el idén a kiváló európai desztinációk magyarországi pályázatán a legígéretesebb kulturális úti céldíját. A hazai zsűrit különösen az fogta meg, hogy kisebb látványosságokat és határon túli vonzerőket is bekapcsol a tematikus út. A középkori templomok útja jelenleg 64 templomot rendez hálózatba, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül a Párciumba és Kárpátaljára is átnyúlik. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 28-án csütörtökön, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!